Család, kultúra, gazdaság, ez volt a jelmondata a 4. Kárpát-haza magyar konferenciának, melynek célja idén is a közös gyökerek, a közös múlt és természetesen a közös célok kitűzése volt. A szervezők igyekeztek idén is olyan előadásokkal megtölteni a konferenciát, melyek összhangban vannak a nemzetpolitikai tervekkel, célokkal. Véletlen, hogy egy ilyen markáns, a múlthoz ragaszkodó hagyományait büszkén őrző népcsoportja a mai magyarságnak fedezte fel, és tartotta jó egy évtizede a szoros kapcsolatot mind az Erdélyben lévő magyarsággal, székelységgel, és az ott lévő gyimesi csángókkal, és ez a járság túl a Kárpátokon testvérének fogadta a moldvai magyarságot. Antal József szavaival nyitotta meg Krucsainé Herter Anikó helyettes államtitkár a 4. Kárpát-haza magyar konferenciát, melynek idén is a Szikra Galéria adott otthont. Tönhatom te sziklóra, mégsem tudja, hol elava. A konferenciát megelőző kulturális műsorban moldvai csángó énekesek és a Jánság Népi Együttes utánpótlás csoportja lépett fel, majd Pócs János országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket. Jászberényben ez a hét a gazdaságról és a kultúráról szól. Arról szól, hogy a gazdaság és a kultúra kéz a kézben kell, hogy járjon. Talán ennek a jelentőségét eddig még soha nem is érezhettük annyira se Magyarországon, se itt Jászberényben, mint manapság, hogy miért fontos, miért szükséges, hogy a gazdasághoz, a gazdaság fellendüléséhez a kultúra is párosuljon. A honatya beszédében kiemelte, hogy a globalizációs törekvésekkel teli világunkban az anyaországi és a külhoni magyarok megmaradásának legfontosabb záloga, ha a gazdasági és kulturális téren összefogva a Kárpát-medencében és a diaszpórában éltető erőt és hitet tudunk adni egymásnak. A konferencia kiemelt célja, hogy szülőföldön maradjunk, ott, ahol születtünk, hiszen az a föld a miénk. Ez igaz határon túliakra és a anyaországiakra egyaránt, vagy mint ahogy hallottam itt az egyik előadásban, viccesen mondták, és talán van tartalmi értéke is, hogy van egy külső Magyarország, és van egy belső Magyarország. A külhoni magyarok egységes egészet alkotnak a hazai, anyaországi magyarokkal, és nagyon fontos, hogy mind a kulturális értékeinkbe, mind pedig a gazdaságban tudjunk fejlődni. A kultúra és a gazdaság szoros szimbiózisát jelzi az is, hogy az elmúlt 4 esztendőben több vállalkozások közötti határokon átívelő kapcsolat szökkent szárba, vagy sikerült inspirációt szerezni a gazdaság szereplőinek a kulturális élmények mellett az üzleti együttgondolkodásból. A szervezők igyekeztek idén is olyan előadásokkal megtölteni a konferenciát, melyek összhangban vannak a nemzetpolitikai tervekkel, célokkal. Tudjuk, hogy mi magyarok ugye abban a sajátos helyzetben vagyunk, hogy Magyarország önmagával határos. Emiatt aztán a környező országokba szorult nemzetrészeknek is ugye Erdélyen belül mi magyarok vagyunk a legnagyobb lélekszámban, 1,3 millió magyar. Na most ugye ahhoz, hogy ott megmaradjunk, nekünk tenni kell. Most Kaur Zoltán alapítvány ezt vállalta fel hosszú évek során, és hogy hogyan kapcsolódik a konferenciához? Gyakorlatilag arra, amikor egy intézmény elkezd egy régióba dolgozni, akkor óhatatlanul, akkor is, hogyha non-profit intézmény, akkor is megjelenik, mint gazdasági szereplő. A közös múlt, a közös jövő és természetesen a közös célok megfogalmazása volt idén is a legfontosabb célja a Kárpát-haza magyar konferenciának.